Augusztus 20-án Szent István ünnepén nyílt meg a 64 vármegyei ikonikus városait bemutató kiállítás, melynek képeit Anton Kovács kárpátaljai festő készítette. A vándorkiállítás határon belüli szervezését a Kárpátaljai Szövetség látta el. Akkor Grezsa István kormánybiztos arról beszélt, a képek a kultúrák keveredését is jelképezik. Ma a kultúrák keveredését inkább úgy gondolják a világban, hogy beolvadjon az egyik kultúra a másikba a kizárólagosság útján. Azonban a kárpátaljai festészet és benne Kovács Anton kifejezetten az egymást gazdagító értelemben keveredő kultúrájú ecsettel dolgozott. Porlacsok minden érték, de a kultúra az mindig gyarapít, erősít és belülről megújít, és nekünk magyaroknak oly sok tapasztalatunk van, erről gondoljunk csak a Trianon utáni újraépítésről, talpraállásról, az a Klebelsberg-féle kultúrpolitikának volt javarészt köszönhető. Vagy gondoljunk arra, hogy a török időket a református prédikátorok megújítása vészeltette át a országunkkal, és egyúttal a magyar nyelv védelmét is jelentette, és számtalan példát lehet felhozni erre a tatár dúlás utáni országépítés negyedik Bélának, az árpádházi szentek, és folytathatnánk a sort, és meggyőződésem, hogy a 21. században is úgy lehet túllépni Trianon árnyékán, és ezt a feldolgozhatatlan igazságot úgy lehet meghaladni, hogyha a magyar kultúrára alapítunk, és így töltjük be újra azt a történelmi küldetést, amelyet 1000 év óta Szent István népeként egyfajta kovász szerepet gyakorolva a 21. században is be kell töltenünk. Az ünnepélyes átadót követő közel másfél hónapban több mint 500 látogatója volt a Művészetek Házában lévő tárlatnak. A Kárpátaljai Szövetség az áró ünnepélyen ismét a kultúrákra találkoztatta. A muzsika és a képzőművészet adott rendezvút egy esten, Benza Georgina kárpátaljai énekművész lépett színpadra. Én a Zeneakadémián tanultam, de 20 évig Kárpátalján éltem. Illetve Kijevbe is tanultam a főiskolán, aztán a Budapesti Zeneakadémián, és onnan jutottam ki a Müncheni Operába 25 éves koromban. Az emlékek mindig megmaradnak, csak egyre szebbek lesznek. Hát ez természetes, hogy az ember egy fiatal korra mindig szépen emlékezik vissza, illetve én megmondom őszintén, nagyon, nagyon szép és gyönyörű fiatalkorom volt a gyerekkorom Kárpáta emberek százba. Tehát ez egy nagyon kellemes város volt a mi gyerekkoromban. Ebben a műsorban is nem csak magyar darabok vannak, mert Bartók Kodály, Vince Zsigmond, ez egy régi filmből jött ez a szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, ezt is énekelem, de ugyanakkor belevontam Csajkovszkij, Rachmaninov, ezeken nőttem fel, és hát az olaszokat, ugye, mert ugye én leginkább olasz Verdi, Puccini énekesnőnek számítok így nyugaton, hát akkor ezeket most itt kultiválom, és tehát a zene az határtalan, tehát én nem csinálok különbséget zeneszerzők és zeneszerzők között. Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke a kiállítás záró beszédében arról szólt, olyan épített hagyatékot akartak megmutatni, mely valaha összetartozott. Ma már Trianon kapcsán csak egy dolgot lehet tenni, emlékezni. És ez a tárlat igazán ezt szolgálta.